Köszöntöm a Zenevonat minden kedves nézőjét. Tudják, most már hetente jelentkezünk 2021-ben. A 21-es szám azért meghozta nekem, meg nekünk is, meg a Zenevonat kedvelőinek a szerencsét. Mindig elmondom azért, hogyha valaki lemaradna arról, hogy háromlábú széknek hívjuk ezt a műsort. Ugye egy éves szünet után a Szolnok megyei jássági, kunsági zenekarok kikövetelték, hogy legyen egy ilyen jó kis Zenevonat műsor. Hát így teszünk, és ennek megfelelően hívom mindig a vendégeinket, de természetesen kitekintünk a országra is, hisz a múltkor egy országos hírű operett színész volt a vendégem, meg hát majd meg itt voltak azok a gyerekek, akik egyébként a dal középdöntőjébe bejutottak, a Pink and the Panthers, nagyon sokan szurkoltak nekik, sajnos lemaradtak egy hajszálnyira, hogy a döntőbe bejussanak. No, de a mai adásunkban még egy olyan együttes jön, az imént már tettem rá egy pár utaló szót, hogy a jásság környéki zenekarok, na most hál' Istennek eljutottunk a jásságba, és a jássági zenekart hívtam meg ide a mai műsorunkba, akik egyébként félleg jásságiak, de azért Pesten is vannak, ugyanúgy, mint ahogy most már sok zenekarban átmenetek vannak, és mondom is a zenekar nevét, úgy hívják őket, hogy... Audio Ride zenekar. Így van, köszönöm, hogy itt vagytok, Audio Ride zenekar. Hát nem így terveztük, hogy ketten beszélgetünk, a jó Isten közbeszólt, vagy a köhögés. Igen. Van egy nagyon csinos énekesnőtök, aki sajnos mi lett vele, Zolikám? Hát ő sajnos reggel nem érezte túl jó magát, és jelzett nekünk, hogy le kell, hogy mondja sajnos ezt a mai beszélgetésünket, hiszen valószínűleg csak megfázott, reméljük. Nem Covid-ja van, bár a tünetek még akár arra is utalhatnak. Ez szerintem a mai napon vagy egy-két napon belül el fog dőlni. Nagyon szurkolunk neki, mert egyébként küzdünk a zenekaron belül sajnos a Covid-dal is. A basszusgitárosunk pont a héten kapta el szegény, úgyhogy ő most otthon lábadozik. Hát ezekben a történelmi időkben mi is történelmi időket élünk a magunk módján. De hál' Istennek azért úgy nagyjából másfél méterbe tartottuk. Egy percre ezelőtt vettük le a maszkot, úgyhogy remélem, hogy semmi gond nem lesz. És úgy lett volna, hogy élőben játszotok itt egyébként akusztikusan, mint amit általában azért sok fölvétel van, hál' Istennek tőletek, úgyhogy ezt az akusztikus fölvételt be tudjuk pótolni. De a zenekarról kellene csöppet beszélni, kiadja magot, mint ahogy mondtam, hogy jásságiak is, de István mondta, hogy azért Pesten is vannak már a zenekarból. Igen, alapvetően jássági zenekar vagyunk. A zenekar fele jásságban él, a másik fele Budapesten. Rövid történet a zenekarnak, hiszen egy éve létezünk, pont amikor a pandémia elkezdődött, akkor alakult a zenekar úgymond. Úgyhogy nem sok, de annál jobb koncerteken vettünk részt. A zenekar, elmondanám akkor, hogy kiből áll. Hány tagú egyébként a zenekar? Hatan vagyunk. Kezdeném akkor az imént említett Szalkáli Rékával, énekesnőnk. Az énekesünk, férfi énekesünk Baksa András, a basszusgitárosunk Szőlősi Bálint, bocsánat, a zongoristán Kajos Gábor, Borbás Zoltán gitár és Kalmár István dob. Ez egy klasszikus fölállásnak hívják egyébként? Furcsa, az odáig, hogy elmondtad, de hogy a két énekes mindig ott van, a fiú, lány, mondom így, Réka, illetve a keresztnevű még egyszer az énekesetek? András és Réka. Vagy pedig megosztjátok, ki mikor ér rá? Több funkciós ezáltal a zenekar, hiszen igyekszünk úgy meríteni, hogy mind a két énekesnek a képességeit, tudását, tehetségét meg tudjuk mutatni, és ezzel együtt a kettőjük összhangját is, ha sikerül, és mind a ketten részt tudnak venni egy-egy koncerten. Van, amikor csak egy énekessel tudunk szerepelni, hiszen mindenkinek csak másodállása ez a zenekar, még akkor is nagyon elhivatottan igyekszünk művelni, és az a szerencsés eset, a szerencsés konstelláció, mind a két énekes jelen tud lenni, akkor én úgy gondolom, hogy akkor tudunk igazán jó bulikat csinálni. Most azon dolgozunk, hogy ezt meg tudjuk mutatni hamarosan, reméljük a nyár folyamán már. Ahogy mondtad István, a zenekar ugyan egy éves, de hát csoda felvételeket láttam, hallod. Manapság ma már Magyarországon a A38-as hajóra eljutni, azért az egy kiváltságos dolog. Gondolom ott azért a szervezők valamilyen lécet föltesznek, hogy ez alatt oda nem hívnak meg zenekarokat. Nektek hogy sikerült bekerülni ide? Mondd nyugodtan. Ami akinek ilyenkor gondolata azért, van. Azért, mert Zoltán intézte.
Ő vette ki a részét a munkának a nagy részéből. Aha, hogy ilyenkor küldeni kell fölvételt, kilincselni, kapogni, telefonálni. Még ettől egy fokkal egyszerűbb volt, mert tulajdonképpen egy olyan felhívást találtam meg, teljesen véletlenül az interneten, ami ezt a bizonyos karanténos időszakot próbálta hiánypótolni, ilyen online koncertekkel. Ez még nem a raktárkoncert volt, ami utána később kicsit nagyobb nyilvánosságot is kapott, hanem ez az A38 hajónak volt egy ilyen saját szervezésű projektje, és erre küldtem el egy ilyen kis jelentkezési lap volt, meg azt hiszem a Bolond Remélnek az adaptációját, ennek a Rúzsa Magdi dalnak a Réka előadásában, meg a zenekarunk előadásában, és akkor én is meglepődtem, mikor visszaszóltak, hogy akkor várnának szeretettel bennünket egy ilyen kis koncert erejéig. Hát nagyon nagy élmény volt, meg egy kicsit furcsa élmény is volt, hiszen mi nem zenéltünk még úgy, hogy a közönség csak virtuális térben létezik. Ez egy ilyen helyzet volt, amivel meg kellett birkózni, de én úgy gondolom, hogy összességében tudtuk venni az akadályt, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon nagy élmény volt, aztán reméljük majd még visszajutunk máskor is, akár a pandémián kívül is. Hát, hogyha erről beszéltetek, azt szokták ott mondani, hogy a zenéről jó beszélni, de inkább hallani, látni, meg csinálni a jó, úgyhogy ebből a A38-asból ad hoc jelleggel összeválogattam tőletek egy pár klippet, és van egy jó hírem, hogy azt a gyönyörű fiatal énekesnőt, hogyha minden igaz, kollégáim dolgoznak rajta, hogy majd telefonon is elérjük a Rékát, de előtte nézzük a Audio Rider-t. Idősebb lettem, 4 óra múlt, virágot vettem, nekem csak úgy, apámat láttam reggel a tükörben. Némán a suktom, a hajam tűzzel fel. Fehér ruhában, lábamat kapkodom, nevetnek rajtam, kövér kis angyalok. A vonat elindul, nekem is intenek, piros a kendő. És itt vagyunk.
És ha minden igaz, akkor valószínű, hogy a Réka is itt lesz a telefonon, bár azért, hogy mondjam, izgulok, hogy Réka, milyen hangod lesz, ilyen gyönyörű, vagy rekettes vagy, mint ahogy itt a fiúk mondták, hogy megfásztál. Szia, Réka! Jó napot kívánok! Sziasztok! Szia, Réka! Köszönöm a kedves nézőket! Jó napot! Most már itt vagy, mint egy angyalka szálltál le így el közénk. Picit még halkam vagy, de ezt lehet, hogy majd föntebb tudjuk tenni. No, és akkor lázad, egyebek, nyugodtan, kényelmesen, otthon vagy? Hát most itt fekszek éppen a kanapén, egy kis hőemelkedéssel és köhögéssel, úgyhogy nagyon szomorú vagyok, hogy most nem lehetek ott a fiúkkal, de örülök, hogy így a telefonon keresztül tudtam hozzátok csatlakozni. Képzeld el, milyen az élet, hogy most a napokban, sőt, az előbb is néztem tőled azokat a kis fölvételeket, amikor veletek készítettek riportot az A38-as hajó koncert előtt, és már akkor is mondtad, hogy a bezártság, és amikor nem lehetett ott lenni a zenekari tagokkal, milyen rosszul érezted magad. Akkor ez most valahogy így visszaköszönt? Igen, valahogy szintén úgy érzem magam most. Reméljük, hogy minél hamarabb majd fölépülsz. Hát nagyon várjuk már egyáltalán azt, hogy ugye ki tudjunk menni, bár most a jelek nem azt mutatják, valószínű, hogy a nyáron azért jönnek majd a koncertek, de egyáltalán, ahogy olvastam, te nagyon korán kezdtél el már zenélni. Igen, én 6 éves koromban már a színpadon álltam, szerencsére az akkori énekzenetanárnőmnek. Ő szerettette meg velem a zenét, először népdalokat énekeltem, versenyekre vitt, és aztán ugye bekerültem a kórusába, és utána, amikor 14 éves lettem, akkor szerencsére lett egy magánének tanszak a Hevesi Zeneiskolába, ugyanis én hevesi vagyok, és ott pedig Faludini Majoros Zsuzsanna vett a szárnyai alá, és onnantól kezdve pedig épült úgymond a kis énekesi életem. Énekesi karriered, várjál, és igaz, hogy te is alakítottál már egy zenekart ott fiatalon? Igen, igen. 16 éves koromban. Hoppá! Pont azzal az énektanárnőmmel alakítottuk, Kisné Kertész Gabriellával, aki annó 6 éves koromban elindított ezen a pályán. Ő hegedült a zenekarban, valamint énekelt. És még mellénk szegődött egy kaonos fiú. Milyen zenét játszottatok? Akkor népdalokat, népdalfeldolgozásokat, valamint retró slágereket. De inkább a népzenei vonalat vittük a másik zenekarral. És utána egyszer csak ott találtad magad az Operett Színház stúdió színpadán? Vagy hogy volt ez? Hát akkor utána még visszacsöppentem a klasszikus zene világába, Szabó Krisztina által. 60-ban jártam hozzá énekelni, majd pedig Toldi Mária vett a szárnyai alá, és úgy kerültem ide a Pesti Broadway Musical stúdióba, ugyanis én régebben gondolkoztam azon, hogy a Pesti Broadway Musical stúdióba jelentkezem, viszont a szüleim mindig mondták, hogy először egy rendes szakmát tanulj meg. És világos. Hát én beadtam a derekam. Majd felkerestem Toldi Máriát, Malek Andrán keresztül, és ő azt mondta, hogy alkalmasnak talál arra, hogy foglalkozzon velem, aztán meglátja, hogy sikeresen fejlődök-e úgy olyan tempóban, ahogy azt ő szeretné, és fejlődtem. Hát képzeld el, hát, ahogy mondod a Toldi Máriát meg a Malek Andit, hát itt van előttem, a napokban egy másik műsorban a Toldi Mária 80. születésnapjának van egy fantasztikus koncertje. Persze, és azt voltam. Én ittam, néztem, amilyen vendég, zenészek, énekesek ott voltak, úgyhogy gratulálok, jó ízlésed van. Nagyon szépen köszönöm. Tudod, ez nem rádió műfaj, úgyhogy nem is akarlak föltartani, hanem egy tévés műfaj. Örülök, hogy ilyen sokat, meg ahogy Zoliéknak mondtam, hogy annyira lecsifecsis vagy, hogy egy órát is hiányoltam is, hogy nem vagy itt egyébként. Három fickó beszélget itt, de így azért hangban meg képben ideidéztünk téged. Úgyhogy az utolsó mondat, a szerelem Ruzsa Magdival, az hogy történt? Idézőjelben mondom persze, az ő persze, dalait persze, szereted persze, nagyon. Gondoltam. Nagyon tetszik a hangja, mert a Megasztárban is tetszett ez az értesebb hangja, és az, hogy van egy önálló stílusa, és ezt szerintem ezt máig követi, és mindig magát próbálja adni, és egyszerűen az a hang, amivel rendelkezik, az számomra az überre, tehát az
Hát végre azt kívánom, hogy minél több dalt, ezt nem mondom, hogy most gyakorolj, mert nyilván ilyen kis fátyolos hanggal nem lehet. Én azt kívánjuk innen közösen, hogy minél hamarabb gyere az együttessel próbálni, illetve minél hamarabb legyetek majd a színpadon nagy közönség előtt, és jobbulást kívánunk neked. Nagyon szépen köszönöm. Köszi, illetve akkor most, mivel sokat beszéltünk, megint elengedjük magunkat, most már nem képben, hogyha minden igaz, akkor egy kis klipben láthatjuk Rékát, ma meg a zenekart is. Idősebb lettem, 4 óra múlva, virágot vettem, nekem csak úgy, apámat láttam. Réket még elhallgatnánk, de alattunk azért halkan megy a zene, de hát azért beszéljük meg az élet nagy dolgait, mert minden rendes zenekarnak volt előzenekara, amiben elkezdett játszani nálatok is, így volt ez? Föltettem a kérdést, ha valaki nem, akkor nehogy megverjetek. Igen. Ez nálunk is ugyanígy történt. A zenekar magja, Bálint és én, tehát a basszusgitár és a dob, ezt tulajdonképpen az idén 25 éve zenélünk együtt, kisebb-nagyobb megszakításokkal, ebben egy-két hónap, akár egy-két hét, de hozzávetőlegesen 25 éve zenélünk együtt Bálinttal, és volt egy zenekarunk, ami tulajdonképpen 24 évig működött. Aztán az elvárások és a mi megfelelni válásunk azt eredményezte, hogy azt a zenekart megszüntetjük, és csinálunk egy új zenekart. Zoli, egy pár évvel négy éve csatlakozott hozzánk, és amikor a Zoltán jött, akkor egy új szint hozott az együttes. Így van, tulajdonképpen egy szűkületből lett egy jó tág dolog, tulajdonképpen megnyílt a zenekar az új dolgok befogadására, és ezáltal elkezdtünk több számot, több stílust, mindig megpróbáltuk a közönséget kiszolgálni. Ezt a zenekart hogy hívták? Bocsáss meg! Ezt a zenekart úgy hívták, hogy Experience zenekar. Ez ilyásában egy 24 évig működő zenekar volt. Fölrúgtad, úgy látom ezt a zenekart. Hát, Zoltán nem rúgta föl. Hát idéppel jól kész, de ahogy gondolom. Dolog. Ezt hozzá kell tenni, a zenekar, akkor inkább úgy mondom, hogy én autodidakta módon tanultam meg dobolni. És én a zenélés mindig úgy fogalmaztam meg, vagy mindig azt éreztem, olyan, mint a kábítószer. Az ember minél többet tud, annál jobban érzi azt, hogy minél kevesebbet tud. Igen. És ezért az ember mindig próbál tanulni innen-onnan, és tulajdonképpen a zenekarra is ez mondható, hogy minél jobban kezdtünk el játszani, annál több mindent szerettünk volna csinálni, és akkor tulajdonképpen, amikor a pandémia elkezdődött egy évvel ezelőtt, akkor megalakult az Audio Ride zenekar, az imént említett 6 fővel.
Most, hogy mondtad egyébként, érdekes, hogy ugye itt sok zenekar megfordul. A Szolnok egyik emblematikus zenekar, az Integrál is megfordult, és amikor az Integrál már elfáradt, ez 60-as évek, 70-es évek, és ott is jöttek az újak, ott fiataloknak hívták, egy új szint hoztak, és bizony akkor ott már menthetetlen volt, felomlott a zenekar, és utána, vagy lett egy frissebb tagcserével, ők valószínűleg nem változtattak nevet, de frissebb és új, dinamikusabb lett. Ezt általában neked is gondolom, akkor volt egy előzenekar, egy előélet? Volt egy előéletem, igen. Hasonlóan egyébként a Pityuékhoz én is egy ilyen metálos közegből indultam, még a valamikor a zenei pályám hajnalán, így a 90-es évek vége felétől. Azt nagyon komolyan is csináltuk. Ez egy jászsági zenekar volt, szintén jászsági tagokkal, Black Fever néven zenéltünk, és hát az úgy elfáradt, és akkor volt egy lehetőség, az Istvánék kerestek gitárost, és akkor én elmentem egy ilyen meghallgatásra, és eléggé egy hullám hosszon voltunk, emberileg is, nem csak zeneileg. Ez nagyon fontos egyébként a zenekar, most is úgy gondolom, hogy ez egy baráti közösség. És mivel így elég jól összetudtuk hangolni a dolgainkat, valahogy az experience-ből is azért lett később már inkább audio ride, mert annyira feszegettük a határait annak a zenekarnak, azt a bázist, ami annak a zenekarnak már megvolt ezzel a 24 éves munkásságával, hogy úgy tartottuk igazán őszintének, ha azt akkor ott lezárjuk, és egy újat kezdünk új néven, és újabb tagokkal, hiszen bővült is a zenekar ahhoz képest, és én úgy gondolom, hogy még hogyha itt akár a világjárvány egy mellék termékének is tekinthető az audio ride, hiszen ahogy elkezdtük, rögtön majdnem, hogy be is kellett volna fejezni, mert ugye jöttek a szigorító intézkedések, de mégis úgy gondolom, hogy ez a mi kis egyszerű életünkben talán egy sikertörténetnek is nevezhető, hiszen eddig visszaigazolja azokat az elképzeléseinket, amit mi ezzel az új vonallal képviselni szeretnénk. Pont az játszott le a fejembe, hogy mi lesz majd, hogyha 20 év múlva lesz majd, vagy 25 év múlva lesz egy váltás, mert ti még annyira fiatalok vagytok, hogy bőven benne belefér itt egy negyed évszázad, és majd akkor megbeszéljük itt a stúdióban, hogy is volt, de most nem beszélgetünk tovább, hanem hallgatunk tőletek egy újabb jó kis dalt. Nagyon régen érkezett, melyik széllel kérdezett, keresem. Megjártam már több határt, hogy merre jár az igazság, keresem. Ég és föld alatt nem lelem, tengert átszeltem párat. Istent kérdeztem, hol lehet? Azt mondta, keresd tovább. Csak a bolond remény, csak a bolond remény, csak a bolond remény, csak a bolond remény. Bölcs vagy bolond, elesel, ha kigúnyolnak, megremesz, de remél. Virág mézben, tavaszban, szerelemben, szavakban, te nem élsz. Fény volt benned most, nem lelent, hagytad elveszni mára. Kés csak kezed most, hirtelen, meg is áll a világ.
egy jó kis akusztikus koncertnek egy részletét láttuk. Az imént azért közben beszélgettünk, hogy hogy vannak. Talán egy mondatot ér az csak meg, hogy Ruzsa Magdi esetleg hallotta Rékát énekelni, szerintetek? Van egy ilyen anekdota, hogy elvileg igen, de én sem tudom pontosan a részleteit. Egyébként jó is, hogy felhoztad, mert erre szerintem majd rákérdezünk meg. Ugye, mert hogy nagyon jó, szenzációs a hangja, mert hát nem véletlen, hogy Rékának is azért ikonja, mint ahogy mondta. Na de akkor most hogy lesz egy év? Tehát 21-es mondtam, hogy azért szerencsés számot kellene, hogy hozzon. Mikor volt az utolsó föllépésetek egyébként? Az utolsó élő fellépésünk az a Dürer kertben volt, közvetlenül a Dürer kertnek a bezárását megelőzően. Ti voltatok ott az utolsó? Az utolsó. Akkor veletek kellene majd kezdeni. Igen, ez nem jelenti azt, hogy mondjuk rossz ómen lehetnénk akár a szervezők részére, ezt innen is üzenjük, viszont egy nagyon jó hangulatú, kvázi ilyen búcsúbuli-szerű volt a Dürernek, és ezen 2020. októberében játszottunk. Azóta most megint maradt ez a kis háttérmunka. Dolgozunk a dalokon, csinosítgatjuk, készítjük a műsorokat. Vannak lekötött buliaink most már elég szép számmal a nyárra. Hát nagyon bízunk benne, hogy le is tudjuk ezeket játszani majd. Ezt jó, hogy mondod, mert néha azért a szervezők már hívogatnak engem is, szervezőt, hogy itt-ott azért valahol falunapon ott lenni, mert ugye majdnem másfél év, egy év kiment, és napokban jött egy-két telefon, és meg is nem rémültem, de ijedtem, hogy valamit előre tudnak, vagy gondolnak, hogy talán nyár, ősz felé már valami történhet. Én úgy gondolom, hogy most mindenki egy picit hasonlóan próbál meg tervezni, ahogy tavaly beleesett a nyári szezonba, hiszen ott az utolsó egy hónap, augusztus, szeptember, talán még október is lehetett rendezvényeket tartani bizonyos korlátok között, és most én úgy látom, hogy döntően ugyanerre a terminusra próbálnak a szervezők fókuszálni, egy picit előkészítettebben, hiszen még csak március van, és abban bízva, hogy akkor talán akár az átoltottság révén, akár az időjárás okozta enyhítések okán is lehet valamiféle. Hát reméljük, hogy így lesz egyébként, és ott tudunk majd csápolni. Azt szokták volt mondani, és most egy furcsát mondok, hogyha rossz a dobos, ki kell rúgni, mert akkor az nem jó zenekar. De szerint nagyon régen vagy. Ezt azért mondtam, hogy autodidakta mód, és nagyon szépen mondtad, hogy azért leástad ebbe a dologba magad. Azt hozzá kell tenni, hogy nekem nagy szerencsém volt, mert mindig olyan remek zenészekkel hozott össze a sors, akiben volt gitártanár, basszusgitártanár, akár zongoratanár, akiktől nagyon sokat tudtam tanulni. Úgy, könnyű. És azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy háromszor, négyszer azért én is elmentem dobtanárhoz, nem azért, hogy a kottát megtanuljam, mert már elég idős vagyok ahhoz, hogy ezt ne tanuljam meg, hanem inkább azért, hogy a helyes testtartás, dobidőtartás, stb. És van mit tanulni abban is. Képzeld el a dobosnak, mondom inkább. Cegléd, Európa legnagyobb dobmúzeuma, megvan? Igen, voltam egy pár fesztiválon, mármint dobfesztiválon, ami a Cegléden. Amit rendezett a Kármán Sándor, van, a dobmúzeum. Így van, Sanyi bácsi, amit mindig csinált. Hát ott nagyon komoly jazzista zenészek. Így van. Hát akkor ez már piros pont. Arra kérlek benneteket, hogy majd nézzetek itt a lemezek között, mert ugye vagy a szülők, vagy még ti, nem tudom, ti Bakelitet hallgathatok még? Én még igen. Igen. Tényleg? Igen. Hát én azt gondoltam, hogy én vagyok itt a rangidős, az is vagyok szerintem, úgyhogy egy kis bejátszó következik. Most már szerintem eljövünk az A38-as hajóra, élőbe fog játszani a zenekar. Ti meg addig kutakodjatok, mert a kedvenc lemezeteket majd föltesszük. Nekem már egy kis jöhet a zene. Bezártak,
szobába, a tört szobába. Te is jön fél homályban, félreszök az ember. Csak akkor bulizom, ha úgy van, és általában úgy van, lenne megtalálsz a klubba. Nekem bejön ez a szidu, a sok út a sztori róla. Csináljunk most olyat, amit megtanul majd holnap. Kincs világ, hát Rékát kérdezném meg, de most már nem kapcsoljuk vissza, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, mert azért Ruzsa Magditól a Fluortól még elmenni, azért nagyon sok színen játszik a zenekar. Hogy került ez a dal ide? Az előző blokkban beszéltünk arról, hogy a zenekar ugye megváltozott. Most azért ez, te is tisztában vagy vele, hogy a kereslet nől, a kínálatot is próbáljuk növelni. Tehát azért van két énekesünk, azért játszunk több előadótól, hogy több helyre eljussunk. Értem. Tehát egy Egri utca zene akusztikban nem olyan, mint egy falunap, vagy éppen egy A38 hajó, teljesen más kell nyújtani. Így esett a választásunk a Mizura. Aha. Hát egyszerű, látod, hát a kérdés adta magát, de hát egy nagyon jó szám, és annak idején ezzel nagyon befutottak szerintem, ez ott levert mindenkit ez az egyszerű szám, és látjátok mindig. Ígértem, hogy választhattok egy lemezt. Zoltán, neked melyik jutott? Nekem itt ilyen csalogatóan kiállt a sarka ennek a lemeznek, ez egy Ergó lemez, méghozzá az első Ergó lemez. Azt én sem tudtam, hallod. Ez az első Ergó? Így van, 1983-ból. Kortörténeti dokumentum. Na. És hát ez a szüleim házi bulijának, a házi bulijainak az elengedhetetlen kelléke volt a 80-as évek elején. Én még nagyon kisgyerekként emlékszem rá, hogy ez gyakorta forgott otthon. Úgyhogy... Hát akkor forogjon itt, várjatok, én megpróbálom. Bár a szívem vérzik, mert azt hiszem, én egy bikinit vettem le. Igen, az volt, én ezt elcsomagolom. Azt nyugodtan. Tudjátok, a múltkor lelke, szíve, mindene van a lemeznek, ahogy ki kell venni, meg kell fogni. A por szemecskéket lehet, hogy összeszedi itt most a stúdió, mert ugye vonzza a lemez a por. Órákig tudtam nézegetni a borítókat, a fényképeket. Ugye? Lenne a fény. A vagy B oldal, ezt mindig meg szoktam kérdezni. Azt mondja, nézzek gyorsan, melyik legyen. Ergó, létezem, A oldal egy. A oldal egy. Akkor ezt oda tesszük. Én egy kicsit belógok a képbe, ezt lehúzom. És... Thank you.
Mit szólsz, milyen, ugye, hát micsoda csoda zene volt ez, halljátok. Azon nem gondolkodtatok, hogy játszotok az Jergót? Játszunk is. Játszotok? Igen, a Ballaga Katona egy hasonló adaptív megoldással műsorom van. Mert akkor ezt a zenekarokat, akik, hogy mondjam, feldolgozásokat leporoljátok, de vannak olyan számok, amit meg majdnem egy az egybe szeretnétek játszani, mondjuk a Ruzsa Magdi számot. Igen, ez mindig ilyen hosszú késhegyig menő vitákat vált ki a zenekarban, hogy valamit teljesen valósághűen próbáljunk meg interpretálni a színpadon, vagy pedig valami adaptációhoz nyúljunk. Esetleg saját ötlettel próbáljuk meg egy kicsit a magunk arculatára formálni, de aztán ebben mindig meg tudjunk egyezni, és még eddig mindig az volt a szerencsés konklúzió a végén, hogy ez előrébb vitte a zenekart. Aha. Közösséget is formál talán egy picit, meg úgy hiszük, hogy ez a sajátos ízzel, ha a magunk módján, de hozzá is tudunk tenni, az mégiscsak a zenekarnak is egy szinten emelheti a nívóját. Igen, én is gondban vagyok, hogyha mondjuk pont egy jászsági zenekart említünk, aki Pataki Attilát szokott énekelni, segíts légy a kedves. Bánfi Feri? A Feri, igen. Láttam őket egy nagy koncerten, hogy szenzációsan, gyakorlatilag ugye pont azt a bakancsos időszak lemezeit énekelte meg, és egy az egybe. Tehát valahogy én, mint ilyen régi vágású gyerek, azt várnám, hogy azt halljam, amit régen hallottam, majdnem ugyanúgy, de utána néha meg, amikor látok földolgozásokat, mondjuk a régi 20-as, 30-as évek dalait leporolják, ilyen kis swinges, jazz, ott meg nagyon jól érzem magam benne. Tehát gondolom, hogy a vita is innen keveredik. Igen, van egy magja a zenekarnak, ami sokkal inkább ez a modernebb, formálós, alakítós vonal, ez nagyjából 2-3 fő, és ugyanígy van egy 2-3 fő, aki meg inkább tradicionálisabb, vagy hagyománytisztelőbb, de én úgy hiszem, hogy ez egy egészséges egyensúly tudott. Még annyi van, hogy egészítsen. Vannak olyan zeneszámok, amihez nem is szabad hozzányúlni. De jó, ahogy ők megálmodták annak idején. Mindegy, hogy kiről beszélünk, mint alkotó. Aha, és akkor ebben az egy egység van. Amikor meg nincs egység, feldobdok egy pénzérmét, hogy akkor eredőjön. Gondolom ezt így. Akkor éjszakákon keresztül messenger üzenetet írjunk egymásnak. Igen. Ezt jó, hogy mondod, hogy most viszont nem messengeren, hanem gép előtt van a próba. Tehát egyszerre vagy azért van próbaterem, össze tudtok jönni, bonyolult az élet most. Sikerült még mindig megoldani személyesen a próbákat. Ez az online próba, ezzel is próbálkoztunk, de nem igazán ment. Tehát borzasztó real-time-nak kellene lenni az internet kapcsolatnak, hat embernek, hogy az tényleg ne késsen sehol, és valóban élvezeti értéke is maradjon a zenélésnek. Úgyhogy eddig még mindig sikerült megoldanunk valamilyen úton, módon. Reméljük, hogy ez azért megmarad ez a közeg, mert így kicsit nehézkesebb a szóval. Hát igen, meg arról, hogy úgy zenélni, amikor pláne beszélgettünk arról, hogy a színészek nincs közönség, koncerten nincs ápoló, nincs a visszajelzés, az nem olyan értékű, de itt a A38-as hajón teljesen 100% értékű volt, még annak ellenére is gondolom, hogy alig lehetett ott is néző nálatok. Tulajdonképpen a stáb volt, csak, úgyhogy nekik zenéltünk, de végül is egész jó hangulat kerekedett. Na, igen. Hát ebből a hangulatból még egy dalt nézzenek önök meg. I'm not afraid to
Hát ott egy stábista volt, és igen. Milyen érdekes, hogy pont ez a dal került, itt is egy stábista lesz mindjárt utánunk. 2 percünk maradt, egyrészt az 1 percet arra használnánk föl, hogy ettől az évtől azért, amit beírtatok, mit vártok, jönnek-e új dalok, meg Istvánnak azért föltennénk az LGT kedvenc számát a legvégére. Szóval, hogy lesz ez az év? Készülünk nagyon, reméljük, hogy most már érdemben koncertekre is tudjuk váltani a munkát, formálódnak az új feldolgozások. Én úgy hiszem, a zenekar is úgy összeállt ebben az egy évben, hogy tényleg ez egy értékalkotó, értékteremtő közösség tudott lenni, úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy bírom a barátságát ezeknek az embereknek, és talán ez a legnagyobb érték ennek a zenekarnak, hogy egy baráti közeg alkotja, ami összetart, egyként gondolkodik, még akkor is, ha a maga csatáit itt-ott megvívja egymás között, de aztán mégis egy irányba tudunk mozdulni, és remélem, hogy ennek majd az igazolását is láthatja nyáron a közönség. Hát mi meg, hogyha itt a közelben lesztek, akkor kameráinkkal elmegyünk, és bele is forgatunk ezekbe, akkor, mert már mi is nagyon várjuk, jó a stúdióba beszélni, de azért kint lenni nagyon jó. Na akkor nézzük, mit választottál, még elmondod, addig én leszedem. Én LGT-t választottam, ugyanis én még az a korosztály vagyok, aki a 80-as évben ott ült a rádiós magnó mellett. Aha. És szüleim mutatták meg. Én pedig ott ültem, hogy kell fölvenni a rádiós magnóval. Az se semmi volt, hallod, rádiós igen. Magnóval fölvenni. Volt, ez egy 77-es LGT lemez. Uh-huh. Fölteszed? Föl. Jó. Oda, azt nyugodtan indítsd el. Amíg te elindítod, egy számra beteszed, addig én önöktől elbúcsúzok, kedves nézőink. Ez volt a mai zenevonat műsorunk, legközelebb is lesz vendégünk, hogy ki mindig úgy szoktam elköszönni, hogy legyen meglepetés, mert ha tudnák, akkor nem jönnének ide mindig vasárnap esténként a zenevonat sávunkra. Köszönöm figyelmüket, nektek egy kalappal 2021-re, találkozunk minél hamarabb a koncerteken. Köszönöm nektek. Köszönjük. Köszönjük szépen. Önöknek a figyelmet, találkozunk jövő héten, viszontlátásra. Van, aki egyszerűen születik a világra, mindenki másképp csinálja.